Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. Államalapító Szent István királyról emlékeztek meg a bátaszéki katolikus templomban. Újabb feladatgyűjteménnyel bővült az Okosító könyv család. Népi játszót szervezett a bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület. Egy hetes keresztény zenei tábort szerveztek a fiataloknak. Augusztus 20-án Szent István királyról és a magyar államról emlékeztek meg bátaszéken. A Szent Misét követően megtörtént az új búzából sütött kenyerek felszentelése, melyekből a templomban megjelent hívők mind kóstolót kaptak. Nem a mának, hanem a jövőnek kezd építeni, amikor az ember imádkozik és az Istenbe helyezi az életét. István király műve 1000 év után is azért maradandó, mert a jelenben a jövő nemzedékének akart építeni hazát és nemzetet. Szent misével kezdték, majd kenyérszenteléssel folytatták az augusztus 20-ai megemlékezést bátaszéken. Augusztus 20-a, azt lehet mondani, hogy a Kárpátokon innen és a Kárpátokon túl a magyar nemzet egyik legnagyobb ünnepe, hiszen államalapításról szól. Az elmúlt 1000 esztendő egyik legnagyobb uralkodóját ünnepeljük, Szent Istvánt, és erőt próbálunk meríteni azokból a tettekből és azokból az intelmekből, melyet Szent István fogalmazott meg több mint 1000 esztendeje. Szent István munkássága az igazságosságra épült, az igazmondásra épült. Azokra a keresztény értékekre, amelyek nagyon fontosak, azt gondolom, így 1000 esztendő távlatából is minden ember életében. Augusztus 20-án, bár nem csak augusztus 20-án, hanem talán az év minden napján, ezeket az intelmeket folyamatosan kéne morfondírozzuk és mondjuk magunkba. Hiszen azt gondolom, hogy az ő munkássága példaértékű, így 1000 év távlatában is minden állami vezető és minden megválasztott országvezető, és elsősorban a magyarok előtt. Szent István munkássága és intelmei a mai napig hatással vannak Magyarországra. Nagyon fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy a jövőre mutatóan mindenképpen meg kell fogalmazni, hogy azok, akik magyar emberek jóvoltából vezethetik ezt az országot, azoknak folyamatosan az asztalán kellene lenne Szent István intelmének. Azt a felhatalmazást, amit tőlünk kapnak, azt a mi érdekünkben kellene, hogy végezzék a munkájukat. Igazán, hogy azok az értékek, amelyek Szent István munkásságában megjelentek, azok még a következő esztendő, 1000 esztendőben is megjelenhessenek a magyar történelemben. A mindenható Isten áldja és szentelje meg ezen kenyeret az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hagyomány, hogy augusztus 20-án az államalapítás és Szent István ünnepe mellett az új kenyér ünnepe is van, hiszen ez összefonódott a történelmünk során, ez a kettős ünnep. A kenyér nagyon fontos a mindennapi ember életében, hiszen ha a családfő az asztalra tudja tenni a kenyeret, akkor van megélhetés, akkor van egyfajta létbiztonság. És a keresztény világban is nagyon fontos kovásztalan kenyér, hiszen az ostya az a Krisztus testét jelképezi. A hit világában ez mindenképpen a hit egyik legfontosabb megtestesítője, míg a világi életben a kenyér ugye az a boldogulást és a megélhetést jelenti. Augusztus 20-án az a kettő összefonódik, és azt gondolom, hogy ha van hit és van munka, akkor ez egyenlő az élettel. Fontos az 1000 éves hagyományok és szokások továbbadása az utókor számára, hiszen mindenkinek tisztában kell lenni az államalapítás körülményeivel. Még mindig keverednek elsősorban a fiatalok fejébe a különböző augusztus 20-ai ünnepségek. De történelmünk során, illetve hát még azt gondolom, hogy a 21. századi ember életében mi többfajta Szent István képet kaptunk, vagy próbáltak ránk erőltetni. Kezdetben első István, majd Szent István, különböző módon próbálták előttünk ábrázolni, és ez a fiatalok számára is egy kicsit olyan kevert állapotot hoz. Nehéz a fiatalokat augusztus 20-ával kapcsolatban megszólítani, holott azt gondolom, hogy az egyik legszebb és legnagyobb ünnepe a magyar nemzetnek.
Igyekezni kell, hogy azokat az intelmekben megfogalmazott értékeket próbáljuk eljutatni számukra, és ha ez sikerül megértetni velük, hogy érték nélkül világban nem lehet élni, akkor valószínűleg az elkövetkező időszakban sajátjuknak tudják érezni ezt az ünnepet, és együtt tudunk velük is majd ünnepelni. A felszentelt kenyérből minden jelenlévő kapott, ezzel is hangsúlyozva az államalapítás ünnepének fontosságát. Újabb könyvvel bővült a bátaszéki pedagógus Dusáné Jordán Judit által szerkesztett Okosító szótagoló könyvcsalád. A Mesecsipetke és Mesefalatkák névre keresztelt két újabb kötet a szövegértésben segíti a gyerekeket. A mesékkel és rajzokkal tarkított feladatgyűjtemény játékos formában fejleszti a kicsiket. Létezik olyan feladatkönyv kisiskolások számára, amit örömmel forgatnak akár az iskolaidőn túl is? Olyan, amelyik játékos formában folyamatosan fenntartva a figyelmet ismerteti meg és segíti a gyerekeket abban, hogy szebben olvassanak, helyesebben írjanak és jobb szövegértéssel rendelkezzenek? A jó hír, hogy van. Mégpedig gazdagon illusztrálva, tele szebbnél szebb képekkel és hasznos feladványokkal. Busáné Jordán Judit az Okosító szótagoló sorozattal indította útjára a már a könyvcsaláddá bővült feladatgyűjteményét. A közelmúltban megjelent újabb kötetei kapcsán beszélgettünk a pedagógussal. Kipattant a fejemből egy újabb ötlet, a Mesecsipetke című könyvemnek az ötlete, amiben tulajdonképpen folytattam azt, amit az Okosító zöld könyvben elkezdtem, tehát kis buborékos szerkesztés, de itt a feladványokat azt már összekapcsoltam nyelvtani ismeretekkel. Tehát mindaz, amit nyelvtanórán tanul a gyerkőc, azt ebben a könyvben alkalmazni tudja. Amiben érdekes, hogy az arányokat megváltoztattam, pici szövegek vannak sok feladattal, rengeteg olyan feladat van, ami arra ösztönzi a gyerekeket, hogy újraolvassanak, visszaolvassanak. Itt még a kérdésekhez is feladat kapcsolódik, mert például a kérdések után lehetséges egy olyan feladat is, hogy hányadik sorban olvastad azt a bizonyos szót, tehát újra el kell neki olvasni a kérdést, hogy meg tudja mondani, és egyszerűen egy számmal válaszol, hogy az ötödik vagy a negyedikben. A feladatok megoldásával a gyerekek sokkal magasabb szinten lesznek képesek a szövegértésre, és a meséknek mélyebb rétegeit tudják értelmezni. Lehetséges olyan is, hogy szókapcsolatokat gyakorol a mese elolvasása kezdetén, ezek különböző színűek, és ő a válaszokat ezekkel a színekkel fogja beszínezni, tehát színezéssel ad választ. Sokféle kombináció van benne, használja a nyelvtani tudását, a magánhangzók, mással hangzók, hosszú egyjegyű, hosszú kétjegyű, a betűrendtől kezdve nagyon sok mindent és rengeteg rejtvény van benne, nagyon sok szinonimával ismerkedik meg, építi, hogy harmadik osztályban a fogalmazást alapozza. Nagyon színes, nagyon rejtvényes, és a gyerekek nagyon szeretnek ebben dolgozni. A könyvek felépítése, a feladatok sokszínűsége szinte észrevétlen módon fejleszti a gyerekek képességeit, így játszva sajátíthatnak el olyan alapvető dolgokat, mint a helyesírás, az olvasás, illetve a szövegértés. A Mesecsipetke megalkotását újabb könyv követte. És megint csak érkezett felém egy ilyen hívás arra, hogy hát folytassam én ezt tovább, és hogy magasabb szinten is, magasabb évfolyamoknak is legyen ehhez hasonló, a Mesecsipetkéhez hasonló. És akkor már ez így egy ideje így benne járt a fejemben, hogy tényleg de jó lenne ezt folytatni, meg akik már eddig velem tartottak, akkor nekik ezt meg kell állni azzal, hogy akkor menjünk tovább végig az alsó tagozat végéig, és
egyszer csak megtaláltam az igazi könyvet, amiben beleszerettem. Ebben a könyvben szereplő mesék adták az alapját az újabb rejtvényekkel teli feladatgyűjteménynek. A komplexitás megjelenik a mesefalatkában is, ugyanúgy, mint a mese csipetkében. Ebben minden olyan nyelvtanórán megtanultat használni fog a gyerkőc, ami az alsó évfolyamon ő megtanult. Függetlenül attól, hogy ezt melyik évfolyamon, mert lehet, hogy másodikba tanulta, vagy harmadikba, vagy negyedikbe, de itt a mesékhez kapcsolódó feladatokban egyszerre jönnek elő ezek az ismeretek. És hajlamosak vagyunk az iskolában arra, hogy most tanuljuk az igét, akkor ugye csak az igével foglalkozunk, és akkor ige mindenféle szempontból. És a többi ismeret, amit előtte tanultunk, az pedig úgy egy kicsit úgy ellaposodik. Ezek a feladatok azért újszerűek, mert sok ismeretet kell egyszerre használni, viszont nagyon-nagyon fogósak benne a feladatok. És a feladatokat csak úgy tudja megoldani, hogyha minden a helyén van. A nyelvtan is a helyén van, a szövegértés is a helyén van, tehát teljes benne a komplexitás. A feladatok megoldásának a célja, hogy mire elérkezik az 5. osztályba a tanuló, addigra mindazt, amit elsajátított, képes legyen egyszerre cselekvő módon felhasználni. Judit azt is elmondta, hogy számára a legnagyobb elismerés, amikor pedagógus kollégák használják az ő könyveit saját diákjaik oktatására, hiszen ez egy jelzés arra, hogy amit ő a könyvcsaláddal alkotott, valóban jó és használható tudást ad a gyerekeknek. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület népi játszót szervezett a gyerekeknek. Nem csak az együttes növendékei, hanem külsősök is részt vehettek a háromnapos programon, ahol megismerkedhettek a néphagyományokkal, énekeket, táncokat is tanulhattak a fiatalok. Énekszó és muzsika töltötte be a Bátaszéki Tájház udvarát. A Felvidék Néptánc Együttes növendékei búcsúztatták el a nyári táborukat. Idén kicsit rövidebbre sikerült a népi játszó a megszokottnál, de a három napot így is tartalmasan töltötték el a gyerekek. Villányi Luca mosolyogva mesélt az élményeit. Minden reggel volt mese, és azt szoktunk olyanokat játszani, meg leszoktuk rajzolni. Olyan, hogy volt egy lap, és ilyen csíkba voltak papírok, és így összehajtottad, és akkor így rá kellett ragasztani, és akkor így végig kellett csinálni, és akkor meg kellett csinálni a haját is. És ennyit csináltunk. Pécsi Laura minden nyáron részt vesz a népi játszon. Itt szoktunk ilyen körjátékokat játszani, van sok kicsi, azoknak is szoktunk segíteni, szoktunk kézműveskedni, énekelni, és minden hétfőn lovagoltunk, kedden pedig palacsintát ettünk, ma meg pogácsát sütöttünk. A háromnapos táborprogramját tematikusan állították össze a szervezők, két óvoda és táncpedagógus foglalkozott a gyerekekkel. Most már évek óta úgy építjük fel ezt a népi játszónkat, hogy minden napra hozunk egy népmesét. Hétfőn meséltünk az aranytulipánról, kedden, hogy hogyan tanultak meg énekelni a madarak, szerdán pedig a király kenyerét dolgoztuk fel. Mindig úgy kezdtük a napot, hogy elmeséltük a mesét, és utána ehhez kapcsolódóan tanultunk mondókákat, énekeket, táncokat, játékokat vettünk elő, és a kézműves foglalkozások is ehhez kapcsolódtak. Pogácsát sütöttünk ma velük, igen, úgyhogy, mert a király kenyeréhez ez tartozik, vagy ez csatlakozott egy kicsit, hogy akkor megtudjuk,
tapasztaltuk, hogy hogyan kell meggyúrni egy pogácsát, hogyan kell kiszaggatni, hogy kell meg, hogy dolgozik az élesztő. Ez is egy ilyen érdekesség volt számukra. Nagyon-nagyon élvezik mindig, minden nap mást és mást csináltunk, különlegességeket, nagyon jó kis játékokat vettünk elő, úgyhogy nagyon élvezték mindig. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes népi játszóját már több mint 10 éve szervezik meg minden nyáron. A tábor nem csak a csoport növendékeinek szól, külsősök is részt vehetnek rajta. Ugyanis szeretnénk minél több gyerekkel megismertetni azt a fajta nézőpontot vagy mentalitást, amit mi képviselünk. Szabóné Béda Anita és Jankó Fruzsi, ők a két táborvezető, akik egyébként óvónők, de ez mellett az egyesület oktatói, tehát néptáncpedagógusok, a gyerekekkel ők foglalkoznak, tehát a legkis az aprókkal és az utánpótlás csoporttal, és így ezt a tábort is értelemszerűen ők vezetik, ők tartják a kezükbe. Tehát ez nyilvános, nyitott program mindenki számára. Covid előttig egészen szép számmal vettek részt gyerekek. Most ugye 2 év után először futottunk neki, szerencsénkre újra itt a tájházban, mert hogy ugye eddig a tájházat sem lehetett használni, de most újra megnyitotta a kapuit, és mi nagyon szeretjük a Bátaszéki tájházat, szeretjük ezt az udvart, szeretjük a közösségi terét, mert hogy ad egy pluszt az egész programnak. A tájházban a gyerekek a kiállítást is megnézhették, megismerkedtek a népcsoportokkal, a hozzájuk tartozó viseletekkel is. Idén a legkisebbek is együtt táborozhattak nagyobb társaikkal. Nagyon-nagyon cukik, és nagyon szívesen segítik egymást, tehát a nagyobbak már segítenek a kisebbeknek. A kisebbeket motiválja az, hogy ugyanazt csinálja, és ugyanúgy csinálja, mint a nagy. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy abszolút sikeres és vidám hangulatban eltöltött pár nap volt, és abban is reménykedünk, hogy azok a gyerekek, akik még nem tagjai a tánccsoportunknak, esetleg kedvet kapnak, és csatlakoznak az egyesülethez, és nem csak ebbe a pár napba, hanem az év minden napján közénk tartoznak, és velünk együtt élik meg ezeket a dolgokat. A népi játszó a megszokottól eltérően idén csak 3 napos volt, ugyanis az egyesület jó pár tagja Szlovákiába utazott a 7. második felében. Beterveztük, tehát az éves program tervezetet megcsináltuk, hogy akkor mit, mikor, akkor nem számoltunk azzal, hogy az egyesület kiutazik Nagysallóba, ahol a nagysallói falunapokon veszünk részt, egy olyan ünnepi apropóból, hogy 25 éves a testvérvárosi kapcsolat, és pénteken reggel az utánpótlás és felnőtt csoport tagjai utaznak Nagysallóba. Tehát így akkor már kurta lett a hét, és mivel a szervezők, a résztvevők elég sokan ugye érintettek az utazásban, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor 3 nap aktív, tehát reggeltől délutánig tartjuk meg, és ezért most 3 naposra sikerült ez a népi játszó, de ha úgy tetszik, folytatjuk a hagyományápolást kint Nagysallóban, ahol a nagysallóiakkal együtt fejezzük be a hetet, és reméljük, hogy jövőre még hosszabban, még aktívabban, még több gyerekkel tudunk működni. A tábor programját színesítette, hogy a Pörbölyi Lovasport Egyesület közreműködésével a gyerekek megismerkedhettek a lovakkal, sőt a bátrabbak akár lovagolhattak is. Egy hetes keresztény zenei tábort szerveztek a bátaszéki fiataloknak. A program során az ütős és fúvós, illetve az akusztikus, elektromos hangszerekkel is megismerkedhettek a résztvevők. Bárki bekapcsolódhatott és szívesen látták azt, aki már zenél, vagy csak szeretne megtanulni. Mi
Minden reggel ritmika órával kezdődött a nap a bátaszéki keresztény zenei táborban. 2013 óta szervezik meg az egyhetes programot, aminek ezúttal Múrágy adott otthont. Mindenki, aki szeretne zenélni, tanulni, vagy valamilyen szinten már tud zenélni, az bekapcsolódhat ebbe a táborba, és itt együtt megtanulunk dalokat, és a tábor végezetével pénteken adunk egy nagy koncertet itt a faluba, és ez a tábornak a lényege. A korosztály elég nagy spektrumot ölel fel, 12 éves kortól 18, illetve van 21-22 éves diák is, illetve tanítónk is, tanárunk is van, aki segít a zenetanulásban. Ezek a korosztályok vannak. Üdős hangszerek, a dob, kahon, a fúvós hangszerek, trombita, fuvola, furuja, illetve kürt van, és egy klarinetusunk is van. Aztán gitározni lehet tanulni, tehát gitárok vannak, akusztikus gitárok, elektromos gitár, basszus gitár, billentyűtnél pedig zongora, orgona. Általában ezek a gyerekek, akik idejönnek és fúvós hangszereken játszanak, már járnak zeneiskolába, és azokat ugyanúgy kotta szerint tanítjuk, illetve van egy plusz, hogy megpróbálunk velük egy kicsit hallás után foglalkozni, mert nem minden kotta elérhető, ugye, hanem megpróbálunk az egyszerűbb dolgokat úgy fül alapján segíteni nekik, hogy hogy tudják leszedni a dalról, vagy egy hanghordozóról. Aradi Lázár 3 éve játszik trombitán, második alkalommal járt a zenei táborban. Hát attól függ, hogy kezdő vagy-e vagy nem. Nem vagy kezdő, akkor igazából nem olyan nehéz megfújni. Itt jó a közösség, és tovább fejezhetem a tudásomat. Hát eddig gyakoroltunk zenedarabokat, nyáját meg is tanultunk, és játszottunk. Hefner Zsófia sem először csatlakozott az egyhetes programhoz. A fiatal lány azt mondja, a táborban ragadott először gitárt. Egy könnyű hangszer, és sokat lehet rajta játszani. Nagy terveim nincsenek, de így szórakozásnak most jó. Szeretek zenélni, és jó a társaság. Sok játék van, zenélünk, és hát együtt vagyunk. Egy, két, há, és egy, két. Négy, a D-dur, az a háromszög, tudod, az lent, lent teljesen, nem? Hát azt már tudunk, kérem. Há, négy, utána C-dur jön, kettőig, egy, kettő. Egyszer egy ismerősöm azt mondta erre, és egy nagyon jó találó dolog volt, hogy a beszéd az olyan, mint a fekete-fehér film, a zene pedig, mint a színes széles vásznó. Tehát én azt gondolom, hogy mind a képzeletet kitágítja, mind az ismeretet, tehát meg tudják osztani a figyelmüket, egy fejlesztő a zene ilyen szempontból, nem mellesleg pedig az ember lelkének is egy nagyon jó dolog, azt gondolom. És ami a legfontosabb, hogy Isten dicsérete, ami ugye a legelső szempontunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!